A pécsi főtéren tartott sajtótájékoztatót Kővári János és Óbuda polgármestere. A baloldali polgármester jelölt fővárosi tevékenységéről beszéltek hétfő délelőtt. Ott is sajnos ugyanazt a tevékenységet kívánja folytatni, mint amit itt annak idején nevesül, hogy az erdő, környékbeli erdőkből jelentős famennyiség kitermelése után a fát használják áram előállítására, ami nem is korszerű, egyrészt nem is hatékony, másrészt pedig tönkreteszi a természeti környezetet. Egy biomassa erőművet akarnak létrehozni Óbudán, így veszélyeztetve a Pilis erdeit, mondja a terület polgármestere. Péter Fiatilla, a Kis Erőmű Kft. Vezetője, a projekt gazdája ennek, és azt látjuk, hogy a Karácsony Gergely által támogatott szocialista Péter Fiatilla, ahogy a Mecsek erdeit nagy mértékben elpusztította, most arra készül, hogy Óbuda környékén lévő Pilis erdeiben is hasonló pusztítást végezzen el. Azért látogattak Pécsre, hogy megismerjék azt a harcot, amit az erdők megmentéséért folytattak a Civilek a Mecsekért mozgalom tagjai. Ezeket a tapasztalatokat felhasználva szeretnék megúvni a pilisi erdőket, mondta a harmadik kerületi polgármester a tájékoztatón.